A hír úgy szólt, hogy sötétségbe borul Esztergom, de Tétényi Éva, Esztergom polgármestere azt mondja, hogy ez nem így van. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Azt nem tudom, hogy így van, vagy nem így van, mert ez nem rajtunk, hanem a felszámoló biztosan múlik. Ahol nem volt lámpot, igen, de nem kapcsolták le a közvilágítást. De mielőtt még rátérnénk arra, hogy miért ég és nem ég a lámpa, valahogy úgy mondanám, hogy mi már megint a jövőben járunk, ugyanis ez a közvilágítási szerződés hasonlóan több évre, 15-20 évre köttetett, mint amit majd merjük remélni a trafik botránynál, megnyert trafikosoknál kell majd átélnünk. A jelenlegi esztergomi helyzetben ez egy előző időszaknak egy rosszul megkötött, illetve egy bebiztosított közpénzeket saját magukénak tudó vállalkozásnak az eredménye. Ez a villanymutyi? Hát azt nem tudom, hogy milyen mutyinak nevezzük, de az azért elég felháborító, hogy Esztergomban egy éves közvilágításra 250 milliót kellene ráköltenünk, még más ilyen városban 80-82 millióba kerül ez. Hát az hogy jön ki? Ilyen jó a szerződés? Ennyi? Igen. Uh-huh. Most ehhez képest elhelyeztek 40 milliót a tatabányai törvényszéken, ugye? Így van. A detéti számlán, mondván, hogy akkor ezzel kifizették azt, amit ki kell fizetni. Ezt miért nem jut el ahhoz, aki követeli a pénzt önöktől tartozásgyanánt? Mint minden, ez Esztergomba kicsit bonyolultabb, ugyanis ez a cég nem csak, hogy közvilágítást biztosít, hanem egy beruházást is végzett Esztergomban. 494 millió forint értékben Esztergom város önkormányzata 100%-os kezességet vállalt erre az összegre, és jelzálogul a havi közvilágítási díjat mutatta be. És miután felszámolás alá került a cég januárban, ezért minden tartozása lejártá vált, tehát a bank eladta ezt egy felszámolást behajtó cégnek, vagy egy felszámolást alatt levő cég hát behajtó cégének, és ő azt mondja, hogy minden pénz, amit mi fizetünk, az neki jár. Tulajdonképpen Esztergom város önkormányzatnak nemhogy csak ez 250 milliójába, hanem kétszer 250 milliójába kerülne a közvilágítás, hiszen mind a ketten követelik, hogy őket illeti meg a pénz. A közvilágítás számlája volt a jelzálog alapja? Igen. Ez zseniális. És annál is ez nálam is működne? Tehát én elmegyek egy bankhoz, és azt mondom, hogy fizetnem kellene a telefonszámlámat. Na most legyen ez az alapja a hitelemnek, akkor kapnék? Azt nem tudom, hogy ön kapna-e. Lényeg az, hogy akkoriban, 2005-ben kapott így egy vállalkozás. Hogy aztán ez a vállalkozás még hol végez közvilágítást, szerintem ezt nyomozzák ki. Na jó, hát ezt nem mi fogjuk kinyomozni, ezt ön pontosan tudja, nem véletlenül kérdezi. Lesz miniszterelnök? Vártam ezt a kérdését, hiszen amikor én ide leülök, akkor többször ezt felteszi. Hát egy héttel ezelőtt abban a székben ülve egy LMP-s politikus, Ercsei Katalin azt mondta, hogy önt javasolnák harmadik lehetőségként a két viaskodó fél közé állva, hogy tetszik Bajnai és Mesterházi közé az ellenzék jelöltjeként. Ha jól tudom, Ercsei Katalin arról is nyilatkozott, hogy ez az ő magán véleménye volt. De hát azt is lehet tudni, hogy önt azért megkeresték az LMP-ből az elmúlt években, nem hogy mit gondolnak-e, mit gondolna erről? Nem kerestek meg, tehát ezt itt nem is tudom mondani. Ez majdnem olyan kérdés, mintha azt tenném én fel, hogy ma Magyarországon el tudja képzelni, hogy egy férfi foci csapatnak női vezetője legyen. És hogyha erre a kérdése igen vagy nem, akkor valószínűleg kicsit közelebb jutunk a magyar futballal kapcsolatban én már bármit el tudok képzelni, és annak az ellenkezőjét is, tehát ez nem volt egy jó felvetés. De egyébként értem, tehát igen, nem valószínű. De kell azért, mert akkor nő? Nem csak azért, ahogy hallottam itt, amit beszélgettek, Magyarországon ma pártokban tudnak gondolkodni. Kíváncsi lennék egy olyan felmérésre, hogy hányan gondolják úgy, hogy pártokon kívül is van élet, és hányan merik azt felvállalni, hogy ők bizony másképp gondolkodnak egy kicsit ezekről a helyzetről. És én azt mondtam, amikor megválasztottak engem Esztergomban függetlenként, hogy én vagy a rendszernek a hibája vagyok, vagy a jövő. Ez a kérdés nyitva áll. És fogalma nincs a válaszról? Hát dehogy nincs. Megkérdezem önt, hogy ebben a küzdelemben ön beszállna? Hogy miniszterelnök jelölt, eszem ágában nem lenne. Hát ugyanez a válasz. De ha azt mondanám, hogy ön lenne egyedül az áloga annak, hogy itt meg tudjanak egyezni, akkor mit válaszolna? Ja, hát a nemzetmentő feladatom van, az más. Na? Azt hiszem megválaszolta helyettem a kérdést. Van nemzetmentő feladata? Jelenleg nincs, úgy látom.
Természetesen ugye azért ez sokkal komolyabb kérdés, mint ahogy így kérdésfelelekben játszunk, viszont annál is sokkal komolyabb, hogy itt indítsunk mondjuk Magyarországon egy versenyt, ki szeretne miniszterelnök lenni, esetleg egy vetélkedőt. Tudja, miért kerül elő állandóan a neve? Azért, mert azt érzik nagyon sokan, pont amit mondott, hogy a politikától mennyire irtóznak és a pártoktól mennyire tartják a távolságot az emberek, hogy az a kettősség, ami most jellemzi az ellenzéket, tehát Mesterházy vagy Bajnai, az valószínűleg nem ad választ egy csomó ember számára arra a kérdésre, hogy kit kellene megválasztani, és akkor keresnek egy harmadikat. Van-e valami alternatíva? És így kerül elő állandóan a neve. Azért ez voltaképpen megtisztelő lehet. Tulajdonképpen megtisztelő, és akkor visszatérünk az esztergomi helyzethez. Ugye mondtam valamikor, hogy előbb-utóbb mindenki rájön, hogy esztergomi, és ez a helyzet is kísértetiesen hasonlít arra, ami Esztergomban történt a választások előtt. 8 évig volt egy olyan diktatórikus vezetés, ahol cenzúrázták a helyi sajtót, szinte már majdnem mindenkit megbántottak, személyes döntéseket hoztak, és akkor leült az összes párt, és itt még egyszer hangsúlyozom, az összes, kivéve a Fideszt, a civilekkel, és megállapodtak abban, hogy egy közös jelöltjük legyen. Természetesen nem nyilvánosan, hanem ez olyan alkalmas személy keresése volt, amikor azt mondták, hogy igen, tudjuk, hogy ez az egyetlen egy lehetőségünk van. Az más kérdés, hogy mögötte ugye a lista vagy a csapat nem sikerült, hogy ugyanilyen módon kiegyezzenek. Viszont Esztergomban megtanultuk azt, hogy ha nincsen meg ez a közös akarat, összefogás, egy olyan ügy, Esztergom ügye, hogy vége legyen végre a közpénzek elherdálásának, akkor ez nem fog összejönni. És ha most egy picit nagyba megnézzük, ma Magyarországon az emberek igaz szót várnak, hiteles embereket, hiteles arcokat, és azt, hogy ne lehessen az, hogy megússzák azok, akik eddig ezt az országot úgy, ahogy vezették. Természetesen egyedül, mint ahogy látjuk, kevés vagyok hozzá. Viszont egyet lehet mondani, hogy azt, ami 3 évig vagy 3 év alatt látható Esztergomban, ha erre van igény, már pedig ez elsősorban társadalmi igény, akkor ezt valahogyan ki kell a népnek harcolnia. Az ön útja ott Esztergomban ilyen módon járható út? Tudom mondani, hogy nehéz, de járható. Egyrészt jelenleg is Esztergom város polgármestere vagyok. Több milliárdot spórolunk meg évente a közpénzekből, ami persze nem látványos dolog, és ezért cserébe büntetik a várost, nincs tömegközlekedés, néha közvilágítás, de ez mind-mind azért van, mert egy nagyon szigorú rendben működik a gazdálkodás, és megmondtam, hogy amíg én ott vagyok, nem fogok aláírni semmifajta mutyit. Na, a közvilágítás a szóba hozta, akkor zárjuk, ezzel lesz közvilágítás Esztergomban a következő napokban, hetekben, hónapokban? Merem remélni, hogy lesz, most birtokvédelmet kértünk, hiszen a közvilágítás az önkormányzat kötelező feladata, és ebben a feladat ellátásban gondolom, hogy egyetlen egy cég sem akadályozhatja az önkormányzatot. Tétényében köszönöm szépen, hogy eljött. Én is köszönöm.